A következő hetekben felpezsdül az élet a kerület zöld programjai kapcsán is. Folytatódik többek között a kerületi Suhánk program, a közeljövőben a Diana közben ültetnek őshonos facsemetéket, és ugyancsak folytatódik a több éve megkezdett ágaprítási program, amelynek végtermékét magaságyásokban talajtakaróként vagy komposztként is hasznosíthatják a lakók. Az ingyenes ágaprítási programra október 29-éig regisztrálhatnak. Már most több mint 200-an regisztráltak erre a programra. A jelentkezés az nagyban megegyezik a korábbiakkal. Egy fontos változás van, hogy az idei évtől úgynevezett azonosított regisztrációban lehet csak részt venni. Ez az annyit jelent, hogy az online regisztráció folyamán vagy ügyfélkapun jelentkezik be az ügyfél, vagy pedig egyetlen egyszer be kell jönni az ügyfélszolgálatra, és ott azonosítani kell magát. De innentől kezdve minden más feltétel változatlan, tehát egy ingatlannál egyszer lehet az őszi szezonban regisztrálni, 10 köbmétert tudunk maximum, 10 laza köbmétert gajat, ágat tudunk maximum aprítani, és egy fontos kritérium van még, hogy helyben kell tartani az aprítékot, tehát nem visszük el, hanem ott helyben kell a kertben ezt hasznosítani. Rózsa Zoltántól megtudtuk, arról a lakóknak kell gondoskodniuk, hogy az aprításra váró gajakat kivigyék az ingatlanok elé, vagy tegyék lehetővé annak megközelítését, feldolgozását. A faapríték felhasználásában a műveletet végző szakemberek is tudnak segíteni, vagy a zöld iroda munkatársait is kérhetnek segítséget. Aki komposztként szeretné hasznosítani a felaprított farészeket, annak fontos információ, hogy idén is folytatódik, és várhatóan a tavalyi pandémiás időszaknál gördülékenyebb lesz a komposztálási program. Erre is október 29-éig kell regisztrálni. A regisztrációnál nem csak magát a komposztkeretre lehet regisztrálni, hanem van egy előzetes, kötelezően meghallgatandó egyórás előadás, amit a komposztmesterünk tart a kulturális szalonban. Ez több időpontban kerül megtartásra, hiszen hál' Istennek több száz jelentkező van erre a programra minden évben. Itt a lakosokat külön kértesítjük, hogy az ő időpontja az mikor várható. Mindenféleképpen itt az október végén novemberi időpontokra kell gondolni, és amint meghallgatta az ügyfél ezt az előadást, ott azon nyomban a Városháza téren a kultúraasztalon előtt átveheti a komposztáló keretét. A korlátozások miatt tavaly a hegyvidéki gyümölcsfa programot nem is tudták megtartani, ám idén erre is sor kerül. A regisztráció erre az önkormányzati akcióra már lezárult. 170 gyümölcsfára regisztráltak a lakók. Ez november elején, november 6-án szombati napon kerül átadásra a Városháza téren. Ugye itt is a szándékunk az az, hogy a gyümölcsfák visszatelepüljenek a kertekbe, hiszen ez korábban jóval nagyobb számban történt, jóval nagyobb számban voltak megtalálhatóak, és hogy visszacsempészük ezekbe a díszkertekbe, ami a hegyvidéken jellemző a gyümölcsfákat is. Őshonos magyar gyümölcsfákról van szó, 10 fajta gyümölcsfából választhattak a lakók, és itt annyiban is segít a vállalkozónk, hogy ad egy úgynevezett gondossági csomagot is a fához, tehát karót, kis trágyát, olyan anyagokat, amely az elültetésre segít, és az elültetéshez kapcsolatos információkkal is szolgál. A hegyvidéki gyümölcsfa programban résztvevők az önkormányzat támogatásának köszönhetően féláron kapják a kiválasztott fákat.